Sziasztok, János vagyok, és a következő tesztalanyom a Huawei Watch GT Runner. Ez egy futóóra, legalábbis úgy adták ki. Korábban teszteltem 2021-20 körül a Watch GT 2 Pro-t, azt teszteltem utoljára, de majdnem az utolsó szériáig mindegyiket leteszteltem, majd nézzétek meg itt a csatornámon. Nagyon szkeptikusan is picit félve álltam hozzá a tesznek, hogy vajon tudnak-e újat mutatni, tudnak-e újdonságot mutatni a Pro 2-höz képest, ugye ez egy nagyon prémium kategóriás óra volt, de azt kell, hogy mondjam így előjáróban, a teszt elején, hogy igen, nagyon sok mindenben, nem csak szoftveresen tudtak újdonságot mutatni, hanem hardveresen is nagyon-nagyon jó órát adtak ki. Ez most jelenleg 80 ezer forint az óra, 2022. 10-20-án. Talán a sok futóóra között elveszne akkor, hogyha ezt ugye nem okos óraként árulják. De majd látni fogjátok a tesztben, hogy nagyon-nagyon sok olyan tulajdonságot tud, amit egy középkategóriás prémium óragyártó is meg tud mutatni. Nem csak az alvásmonitorozás, hanem a futásnak mindenféle szegmensét. A laktát küszöbméréstől kezdve, az egyéb regenerációs mérésekig, a VO2 max, tehát ami már szinte alapnak számít, de mégsem. Természetesen SpO2, tehát vérszaturáció mérés is van benne, de minden olyan dolgot tud, amit egy okos órának tudnia kell, és ezen felül a futásra kihegyezve. Természetesen elvittem terepfutásra, megnéztem a magasságmérést, a barometrikus adatokat, és elvittem úszni is, mert ugye nekem fontos a triatlon miatt az úszás, hogy mennyire pontosan méri a medencehosszokat, mennyire pontosan méri, ugye mennyire pontosan monitorozza egyáltalán a különböző úszásnemeket, ott sem volt csalódás, ezt is majd megmutatom, és vittem sétálni is egy kimért futókörön, ahol 1 kilométeres köröket sétáltam, hogy mennyire méri pontosan le az adott kört. Ugye a maga a navigációs része, vagy a GPS része, ugye a GNSS-t használja már, ami egy továbbfejlesztett rendszer, és ezt is bemutatom majd. Az első és legfontosabb dolog a kicsomagolás után, amit észreveszünk, az az, hogy egy borzasztóan szép kijelzőt kapunk. 466x466 pixel sűrűségű HD AMOLED kijelző, ami szerintem tényleg a középkategóriába sorolja az órát. A megjelenítéssel kapcsolatban annyi, hogy ugye az óra kidolgozottsága, anyaghasználat, itt lehet látni a barázdákat, ami ugye a promóciós képekben is benne van, egy nagyon szépen kidolgozott dolog. Az óra felső gombja, a jobb oldalon vannak csak ugye két gomb, a bal oldalon nincs gomb, a felső gombja ugye az egy menübe való belépés és scrollozás tesz lehetővé, az alsó gomb az pedig maga programozható, hogy mit indítson el nekem az alapásban, az edzés van beállítva, és maga a köridőknek a mérésére van beprogramozva. A bal oldalt ugye található a mikrofon, hátul pedig a 8 diódából álló LED, ami méri, ugye optikai pulzusmérés méri a pulzusunkat. Elvileg ez egy továbbfejlesztett dolog, ami már a magasabb pulzus tartományokat is tudja mérni. Az óra anyaghasználata szerintem jó, a szíjat itt tudjuk lecserélni, ugyanúgy van hozzá egy másik szíj és egy rövidebb szíj. Használhatóság szempontjából ugye sok a luk, és ezért ugye a fuszásnál, úszásnál, stb. Nem izzad alá a kezünk, nem irritáló. Ugye, hogyha teli szíj lenne, és csak egy pár luk lenne itt a végén, akkor ugye nem szellőzne annyira, ez futásnál nagyon fontos. Itt lehet látni Huawei feliratot, itt a óra csatjánál is lehet látni Huawei feliratot, ebből a szíjtartóból van kettő, én egyet raktam föl rá, de az nagyon pozitívum, hogy kettő van belőle a csomagban. Nekem első blikre azt mondom, hogy mindenféleképpen előrébb lépés történt, tehát egy előrébb lépés a többi órához képest, mind anyaghasználatban, mind kinézetben, még a Huawei vagy GT 2 Pro-nál is. Ez egy kifejezetten ugye futóóra idézőjelbe, de tényleg nagyon sok olyan dolog van, ami szoftveresen futóórává teszi, de ezt majd később a szoftveres tulajdonságoknál elmondom. Na és akkor itt vagyok a pulzusméréssel. Ugye van egy vérszaturáció mérőnk, ezt be is kapcsolom. Van egy Huawei Watch GT Runner, van egy Polar Grid X, és akkor ezekkel az eszközökkel fogjuk mérni
a púzusunkat. Ugye a Polar Grit X az ledes púzusméréssel nézem. Jó, rászorítom a csuklomra. Itt mindjárt ki is írja, 64, 62, 61. És akkor a Huawei Watch GT-t is fölcsatolom. Szorosra, hogy lehet látni, elég szorosra van fölrakva. És akkor púzus szám mérés, és akkor ott elkezdi mérni a púzust. Megpróbálom megmutatni, hogy itt mennyi. 63, 62, ugye, és akkor még egy eszközt használok, vagy hát még kettőt, fölveszem a púzus mérőpántot, gyorsan, közben a vérszaturáció mérő is ugye be lesz kapcsolva. Most ott lehet látni 62, ott 59, és akkor mindjárt lehet látni itt a vérszaturáció mérőn is 58. Bocsánat, rossz erre tettem. Ugye ezen kell mérni. Most pulzusszám. Ott lehet látni 55, 57, 57. Nem tudom, mennyire lehet látni. A három eszköznek a dolgot. 59, 59, 58. Lehet látni. És ezen pedig 65, 59, 62, 59. Nem tudom, közelről lehessen látni. 64, 61, 63. Elég jól lehet látni szerintem a dolgot, csak ugye két kezem van csak, és nem tudom jobban így lehet most látni. 63, 64, 64, tehát helyel közzel egy nagyon pontos értéket mutat. Így benne van most mind a három. Mindig elalszik a képernyő, de jól lenne, ha nem aludna el. Így. Itt vagyok a Békásmegyeri futópályán, és akkor itt egy 1 kilométeres kimért körön, megnézzük, hogy mennyire méri pontosan az 1 kilométert, megnézzük a pulzust, és megnézzük, hogy van benne egy kis szintemelkedés is a pályában, itt lehet látni, nem sok, egy pár méter szintemelkedés, de hogy azt mennyire pontosan fogja mérni. Végig sétáltam az 1 kilométert, és akkor most élek vissza a végéhez, és úgy néz ki, hogy pontosan 1 kilométert ír. Ugye megnézzük a többi részét.
Jó, és akkor vissza tudjuk nézni magát az edzést, hogy mi történt 1,98 két kilométeren, milyen tempóba mentünk, mennyi lépés, mennyi szintemelkedés, pulzusszám, pulzusszám tartomány, tempó, a lépésfrekvencia, és a magasság, lehet látni a két görbét, hogy milyen a dolog. És ez is terhelés, ez semmi regenerálás, ez nem kell VO2 maxot. Bezárás, ennyi. Na, jó reggelt! Itt vagyok a Huawei Watch GT Runnerrel egy terepfutáson. Itt vagyok a Fenyőgyöngyénél. A buszforduló. Fölmegyek a Hármashatárhegyre, megnézzük a szintemelkedést, hogy milyen szépen rajzolja ki. És megnézzük, hogy terepfutásnál milyen más adatokat kapunk esetleg meg. És fölvettem a H7-es vagy a H10-es szívpántot, és akkor megnézzük, hogy a magasabb pulzus tartományokban, ugye melyik biztos magasabb pulzus tartományban fog futni, hogy mennyire jól tudja monitorozni a Huawei vagy GT Runner a felső tartományokat. És akkor utána kielemezzük. Följöttem a Gluckner Károly kilátóhoz. Ez pontosan, kicsit smogos az idő, meg közös, ez pontosan 500 méterre van, és akkor nézzük, hogy mit mutat a Huawei vagy GT Runner. 495-öt mutat. Hát figyeljetek, 5 méterrel tér el, nem azt mondom, hogy az jó, de nem is mondható olyan nagyon rossznak, úgyhogy majd meg visszanézzük az adatokat, hogy pontosan mit rögzített, és hogy honnan indultunk. Na, itt vagyok a Duna Arénába, a Huawei Watch GT Runner tesztelem. Úsztam gyorsba, mellbe, hátba, és eldől a telefon. És maga az úszás nem neked, hogy felismeri a telefon, vagy a telefon az óra, meg a medencehoz, ez volt a lényeg. Most azt a pulzus néz víz alatt, meg utána néz egy ilyen regenerációs pulzus, itt ki is írja, lehet látni, kérem a regenerációs pulzus, ha kérem, akkor megcsinálja, ha nem, akkor kifújja így a vizet. Mennyire lehet látni, hang is. Kell mondja, hogy lázzam ki még belőle, ami benne maradt a víz. Úgyhogy összességében meg vagyok elégedve, szerintem úszásra kiválóan alkalmas. A többit a tesztben leírom. Most jöttem ki a Duna Arénából, az úszás tesztet csináltam a Huawei vagy GT Runnerrel. Figyeljetek, mindenféle úszást csináltam tulajdonképpen, gyorsúszást, mellúszást, hátúszást, felismerte az úszás nemeket, a medence hosszabbat jól mérte, mérte a pulzust a víz alatt, és képzeljétek el, van egy olyan, hogy az úszás után megkérdezi azt, hogy megnézze a pulzus megnyugvási időt. És ezt is csinált egy ilyen ábrán, tehát nagyon, nagyon jó adatokat rögzít az óra, és minden tulajdonképpen pontos. Tehát nem tévedett a medencehozban, nem tévedett az úszás nemben, úgyhogy egyelőre a GT Runner nem csak futásra, hanem úszásra is kiválóan alkalmas.